Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt az Alcsi Holdiszáról. Hát, kis nosztalgikus puttyogtatásra adtam a fejemet. Attól nosztalgikus ez, hogy a pacsónakkal megyek most, mint régen. Ugye a híres jaktos Highfish 5.0-ám az a Tiszán van, most már fix helyen. Picit beind is indult a víz, úgyhogy most ott pecázni nem nagyon tudok. Picit arrébb ők áthasználnak, így jobb lesz, vagyis a hangnak. Úgyhogy most itt az Alcsi Holtiszán, mivel a harcsa tilalom és a pont tilalom feloldásra került a vízkezelő által, ezért lehetőség van pecázni. Mondjuk így is úgy is visszaengedem őket, de legalább lehet célzottan horgászni rájuk. Sajnos most a Tiszán ezt nem lehet megtenni. No, lesz itt majd új kötés, amit egy francia YouTube-os sráctól lestem el, majd ezt bemutatom. Van egy új kutyogtató botom, orsó, Damil. Bőven elég ennyi. Na hát, mivel most jól esik horgászni, szó szerint, azért lejöttem, mert nem bírtam magammal, hogy kipróbáljam a botot. Ezt tegnap megszereltem. Vannak kételjem ezzel a módszerrel kapcsolatban, olyan kötési módszerrel kapcsolatban, de ez a kisebbik része a dolognak. Ez az új horgászbot. Ez egy Medcat White Clonk Teaser. 2m10-es verzió. Azért mondom, egy 2m10-es verzió, mert van belőle 190 centis is. 2m10-es, ami ez, és 2m40-es, azt hiszem. Nyilván itt a hossza az döntően befolyásolja, ugye, hogy a csónak. Nem is igazából itt, nem is úgy kell jóformán ezt dönteni, hogy mit szeretnétek, hanem hogy a csónak, amiben horgáztok, az mennyire kényelmes. Tehát ugye, hogy leteszed az egyik végét, meg leteszed a másikat, és akkor mit látsz belőle. Kimondottan azért vettem ezt a horgászbotot, mert a másik csónakba, ugye a híres jaktos csónakba hosszabb kell, mert nagyobb a hely, és picit hátrébb kell tennem, és körülbelül így fog kilógni. Így. Ami pontosan ideális lesz a pecához. Hogy miért Medcat? Hát én végig vásároltam az összes alsó kategóriás horgászbotot. Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy a Medcat az lenne, hanem végig vásároltam az összeset, Shimano-nak a belépőjét, a Force Mastert, Opus, Colmic, mik voltak még? LNK, amiket láttatok is eddig is a videóban, de mindegyiknél volt, hol a nyele volt egy kicsit kényelmetlen, hol a hosszúsága, hol az akciója, hol a spitze volt túl durung, hol az egész bot olyan volt, hogy az itteni kisebb harcsáknak már nem a legmegfelelőbb. És igazából, hogy elkezdtem a spanyolos harcsa horgászatot, akkor lettem arra figyelmes, most ez egy hülye szempont, de szerintem sokaknak szempont, hogy mennyire jól látszódik ezeken a fehér botokon a kapás, éjszakai szürkületben is, és hát azért jön egy helikopter, majd egy kicsit belezavar, de szerintem hallható, és azért itt a, főleg az ilyen időben, amikor elég szürkület van, a finom kapásokat azért jó volna meglátni, minél könnyebben. És nagyon megtetszett visszakanyarodva, ugye ez a Medcatnek a letett botos harcsázóbot. Na most ezt én ilyen hülyén mondom még mindig, de majd biztos ez is változik, vagy máshogy fogok fogalmazni. Szóval ebből kiindulva gondoltam, hogy a kutyogtató bot is nagyon jó lehet, ha már az annyira tetszik. Na hát ez így is lett egyébként, mert abszolút jól mutat, és most nem engedem le, tehát nem vontatom, meg is állok vele. Látszik, hogy mennyire jó a víznek úgymond a színe. Mennyire jól mutatja a kapást, pedig csak az olmot mozgatom. És a fekete vagy barna vagy más tónusú botok nem mutatják, nem adják vissza ugyanezt az érzést, mint valahogy ezek a fehér botok. Persze mondhatják itt többen ugye, hogy
régen is mindig a harcsa horgászbotok azok világos színűek voltak hasonló okokból, mert éjszaka horgáztak leginkább rá, és a megvilágítás, legyen az egy piros fény, vagy egy kék, vagy egy zöld, vagy bármilyen, sokkal jobban mutatja a botnak a karakterét és a kapást, és sokkal könnyebben látod, hogy mit csinál a bot, vagy hogy dolgozik a hal előtted. Úgyhogy hát most ezt fogom tesztelni. Ezen egy Savage Gear-es G6-os 6000-es verziójú orsó van. És hát nem tudom, mennyire drungol bele itt ez a dolog, de mindjárt odébb megyek egy kicsit, meg elmegy helikopter, és akkor folytatom. Na, hát ott tartottam, hogy ugye a orsó. Na, beakadt a horog. Ami szerintem színben is nagyon jól mutat. A Damil az egy 40-es metket, 8 szálas fonot. És akkor jön a szerelék, amit láttam, hát túlzásban nincs varjába, egy francia srácnál láttam, YouTube-ra videókat készít, pontosan így kötötte meg a felszerelését. Dupla krimp, 100-as monofil, megint dupla krimp, és egy két ágú metket horog. Tehát nem hármas horog, hanem két ágú. Ez csali halazásra szokták ugye használni az egyik oldalát, plusz a másik, és ezt tűzi meg nadállyal. Na most nem nagyon szoktam fluokarbonnal vagy monofil damillal előkét csinálni, főleg nem krimpelni. Eddig mindig fonottal csináltam, de kíváncsi leszek, hogy mit mutat ez a vízbe, és hogy a halakra milyen hatása lesz. Úgyhogy ez most botteszt, kötésteszt, nosztalgikus, harcsahorgászat. Ez alcsi volt, hiszen sehol senki. Jobban mondva, de egy horgászat találkoztam, ő etetett. Az is valami. Na, megnézzük itt a versenypályát, vagy mi fánterem. Aztán most nézem, 16,4 fok a víz, 2 fokot hűlt. Ez elég sok. Elég sok. Meglátjuk. Ha már fogok egy... Na jó, hagyjuk is. Szóval, ha már fogok egy kis harcsát, én már boldog leszek. Kíváncsi vagyok a kapásra, a spicre, hogy látom, hogy látszik, hogy bánnak a bottal, hogy akad a horog, mennyire válik be ez a, nem tudom, nekem fura ez az egész, lehet nem fogom alkalmazni, de meglátjuk. Ha tetszik a halaknak, akkor viszont ez egy jó dolog lehet, nem tudom, kiderül. Na hát megtűztem a nadályt, kicsit lógósra, egyébként a horog, csak azért mondom ezeket, mert mindig kérdezgetni szoktátok. Ez a Deed Bait Gripper Hooks, jelentsen ez bármit is. És akkor ez megy majd ide most le. Ha valami kérdésetek van, tegyétek fel kommentbe, és akkor a következő videóban tudok arra is válaszolni. Megpróbálok legalábbis, ha eszembe jut, hogy volt olyan kérdés. Jó, az orsónak. Elég könnyű volt egyébként a futása, amikor tekertem fel a Damilt. Jó, ez a Damil is. Tetszik. Jó, látszik a víz alatt, hogyha viszi oldalra, akkor ezt talán könnyű lehet meglátni. Na, hogy nézzem itt a radarfelt. De fura, hogy így dől a csónak. Nem ehhez vagyok hozzászokva. Na, arra döntöttem, nagyon jó. És akkor itt már látszik is a csali és a nadály. Na, lássuk. Van-e érdeklődés? Érdekes. Jó nagy gyűrűje van az utolsó részén. Hopp. Itt mintha kis valami, nem tudom, a törpék mennyire aktívak. Úgyhogy, hát remélem sem ennyire. A fa szokásos, ugye? Azt nem kell bemutatni. Nagyon egymásra találtunk. Na, mintha itt... Ezek lehetnek békés halak is, szóval... Nem kimondottan harcsára gyanítok, bár elég érdekesen mocorog. Meg jön felfele.
de nem megy oda a csalihoz. Hát most azért jöttem el erre, mert itt a motorral tudok arra fele haladni, a szél ugye visz engem. Uda fura, hogy így megdől a csónak, amikor kiülök a szélére. Pedig régen milyen természetes volt. Gyors hozzá lehet szokni egyébként a komfortos, kényelmes dolgokhoz, de nem csak itt, hanem az élet minden területén. Lehet, hogy be kéne menni oda arra a részre, ahol elkezd letörni. Nem is az, hogy ahogy lekezd letörni, hanem itt három és feles a víz, lehet, hogy mélyebb vízre kéne menni visszafele a stégen fele. Lehet, hogy most nem a versenypálya, jobb lenne, lehet a 17.58. Hát nem tudom, hogy már menjek-e a Nairamig, a Gödörig. Jó kérdés, ilyenkor mindig agyal az ember, hogy mi lenne a jó, vagy hogy kéne. Ó, megérabolt. Nyilván csuka. Na mindegy, majd meglátjuk. Hiszek abba pedig, hogy ott van a Gödör. Elmegyünk a Gödörhöz, megnézzük. Nem batyengek rajta. Már ott lennék. Na jó, gyerünk. Go! Na, megjöttem a kívánt területre. 5,8 méter, 5,6 a víz. Ebben a csónak belég lett volna 190 centis, de megoldás, de leér. Itt az ólom, ott a csali. Látszik már. Ja, ásványom viszem. Csali. Kicsit így rakom, és akkor jobban látszódik majd a... Kettő méter tíz, akkor 10 centi, körülbelül idáig lógna ki. Ja, ebbe a csónakba lehet, hogy ez kézenfekvőbb tudna lenni. Majd, hogy nem egy helybe állok, de mégse. Most elkezd forgatni, nézem itt a tereptárgyakat, hogy tudok-e viszonyítani hozzá. Azt látszik, hogy azért itt a több fronton is lehet, hogy szöszmösz a nyárfasz, hogy szúszik a víz alatt, már megsüllyed, aztán ott megy. De az is lehet, hogy rátapadgat ugye itt a Damirra a Smetyi. Hát... lehet, nem ez lesz a legharcsásabb videóm. Bár azért még van egy kis időm. Időnk! Hoppáré! Na, az már ottan valami halféle. Nem az a csúnya nagy. Az érdekesebbik sztorik egyike,
ami most itt van, alatta. Nem is tudom, hogy mutassam. Ott van a nadálycsokor alatt. Elméletileg ott van már a nadálynál. Bajszolja, 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 bajszolja. Ah, és hova lett? Hát hova lett? Nézzétek meg, itt volt alatta, bejött. Hú, de komoly madár. Hűha. Madár. Madár, basszus. Baszki. Mi volt itt? Elmadarazgatok itt közben, meg itt van, ne lehet a nagy cápa alattam, már köröz. Viszi a bójákat, meg viszi a nagy, hogy hívják ott. Oh, tényleg ott van valami. Viszi a nagy bójákat, meg viszi a nagy hordókat. A cápa filmbe. Valami olyat akarok, ami így megakasztom, aztán mondtad. Nem bírom jobban húzni a féket. Tépjad, amire. Recseg, ropognak a fogaskerekek. Aztán felszoktam kelni, kimegyek a konyhába, megiszom a reggeli kávémat, azt amire végzek a kávéval, ezeket az álmokat már is felejtem. De néha ilyenkor bevillannak. Biztos egy másik dimenzióban megtörténik. Na hát úgy alakult, hogy amire ide értem, addigra faszi is megjelent a stégen, úgyhogy a nagy monológoknak most annyi. Legalább lehet lesz hal is benne. Üdvözli a követőit! Be se kell szólalnia, már mondom is. Na, valami itt bejött. Lólom meg a csali között. Lavírkinyászol. Lehetett egy ilyen csíkból adódóan egy ilyen 7-8 centi átmérőjű lehetett a teste. De ínséges időket élünk. Megelégszek egy kapással is. Mit? Vagy lehet, hogy ezeket nem érdekli. Pedig hát elég jó pályán vagyunk, nem? Én legalábbis úgy érzékelem, hogy itt azért na, ide ki kéne jönni, ha ki jönne. Azon gondolkozok, fel kéne tölteni ezt a nagy nullát. Lássák ezt is, ne csak az irítség szóljon belőlük. Menjünk, közeledünk a célhoz. Menjek rá? Pillanat, akkor felszedem. Hú, na az ott. Azt nem tudom, hogy nem hallottuk azt, hogy durran egy nagyot ott az egész padmaj. Behoppan.
Az fix. Az fix. Olyat oda ver, mint a csuka. Jó lesz ez, figyelj oda. Itt vannak a nagy halak. A vízbe. További tippekért kövessetek be. Amikor ennyire nem mutatja magát a harcsa, akkor vajon mi van vele, amikor tudom, hogy amúgy meg itt van? Kis fingokat ütök. Front van, apja fasz a frontja. Ez nem éhes frontba. Semmi. Nem csak az, hanem ugye kis hajt. Ja. Küzd se. Valahol be vannak állva valami alá, vagy össze vannak vergődve. Hát, szerintem kibírja. Láttam már olyat, hogy kibírja. Jó, figyelj, nem mondom, hogy nem láttam olyat, de... Nagyon ritka alkalmak egyike. Most van itt valami hal. Nem sokáig tartott velünk. Nem kötöztetek be? Nem. Nekem. Pedig olyan szerény lennék veled. Ezek bazdnek, ezek hazavitte valaki őket. Valaki hazavitte a harcsákat. Hiába engedtük vissza. Valaki kijött és hazavitte. Ez kemény lett volna, első dobásra beszakítod. Még nem múlt el belőle egy perc, nem tudja. Ott főleg. Hopp, haza. A szín. Nem látom, hogy mi történik. Jó hal? Nem tudom, csak könnyűre van állítva a fékhoz. Ja. Ó, jó hal. Baszki. Uff. Oh, jó hal-e. Bátya. Ah, igen. Ennyi. De most akkor hogy? Én nem értem. Baszd meg! Baszd meg! Előbb-utóbb úgy is beadja, nem? Előbb vagy utóbb úgy is beadja, nem? Mekkora drobedár állatot fogtál? Anyád, baszki. Ez nagyobb, akkora, mint az enyém, vagy? Igen, akkora lehet. Na majd lemérjük, mindjárt várjál csak. Baszki. Komoly harcsázás lett ebből. A szín. De most láthattad a színet, ugye? Nagyobb. Nagyobb, hát az Isten bassza meg. Hát hivatalos mérőeszköz. Így nyomd össze egy kicsit a farkát, de mégiscsak idáig. Így, így, kicsit biztos. Így. Így, ugye? Aha, majd ott megnézzük. Már milyen fogom. Nem raktam be a ponyásaimat. Na hát egy szép kis fekete süllő megint. Újra első dobás. Első dobás. Fokás. Nagyon durva. Méret. És a szokásos. Gratulálok.